Sohasem. Így van. Utána. Utána pedig. A Dante fotó nem szűnik meg létezni, de talán erről egy következő live-ba majd egy. Majd az utolsó órák előtt beszélünk arról, hogy nem az utolsó órák vannak. Igen. Térjünk egy kicsit rá még mindig a dicsőség napjára, hiszen nem búcsúzni akarunk, hanem inspirálni mindenkit. Hogy szerettünk volna egy kis live-ba bejelentkezni így gála előtt folyamán, hogy egy kicsit még inside-up hangulatot adjunk az egésznek. Amit nem hiszem, hogy meg tudunk oldani. Ötletnek jó volt. De ha lesz ilyen, és kurvára nem ígérem, akkor délután 3 órakor lesz. Ja igen, tehát hogy ott helyben lehetséges. Ha úgy adja az időnk, hogy éppen ráérünk egy jelentést állítani, jelentést mondani ott, még mindenek előtt, bent belülről, élőben, itt, akkor megtesszük. De igen. Erről még igyekszünk viszonylag időben szólni. Na, így van, tehát időben nem fog kiderülni, de időben próbálom megszólni. Igen. Hogyan lesz, miként lesz. Szeretnénk egy kicsit az odautazásunkat is könnyebbé tenni. Eléggé kalandosan zajlott le. Hát legutóbb az probléma volt, szóval. Igen, tehát egyre több cuccal megyünk, és egyre nehezebb minden, és egyre jobban kell rohanni, és így eszembe jutott, hogy hát nem fogok rohanni. Igen. Hanem kocsiba ülünk. Nem menekülünk az ellenőrök erről, nem mondjátok el senkinek. Volt rá példa. Igen. És a fie turista miatt, aki én voltam, nem fog azért napi jegyet venni, meg ízét se venni, vonaljegyet, hogy ne basszanak meg az ellenőrök. Így utólag okosabb lett volna az egyiknél, mert majdnem. Tehát így nyomultunk előre arccal a tömeg felé, hogy szerencsére nem egyedül vannak azok az emberek, akiknek nincsenek, nincs jegyük. Igen, és hál' Isten azért próbálja is bizonygatni, hogy neki van jegye. Igen. A következő megállóig, ahol leszállunk és loholunk tovább a cuccunkkal. Sajnos nem megy olyan egyszerűen a dolog, hogy gondoljuk sokszor. És ez most igaz az egész technikai részére. Tehát mi ezt oda megyünk, megpróbáljuk, ne úgyse sikerülünk, mert valami úgyis közbeszól. Mint legutóbb, amikor portrézni akartunk. Igen. Ez úgy nem volt jó. A rádiós vakok kioldó azt mondta, hogy ő inkább nem működik. Igen, és lőttünk rólam egyet, és jó van, akkor dühöngve összepakoltunk utána, így este. És hát menjünk a picsába. Rohanni kellett. Igen, ez főleg én miattam volt. Nem, ha esetleg van bárki fotós, aki ezt nézi, hallgatja, bármit csinál. Sok jön hozzá, hogy a fotózás az rohanós szakma. Akkor is, ha te ráérsz. Ügyfél, nem. És gyorsan kell jót csinálni. Ebben van a nehézsége. Így van. Pláne egy sportfotózásnál, ott nem várják meg a ringbe a finishert. Ez meg a másik, igen. Így. Te azt ott elkapd. Résen kell lenni. Hál' Isten, nekem videófelvétellel talán menni fog. Én egészen pontosan ezzel a kis készülékkel 4 óra folyamatos dolgot tudok felvenni. Majd a szünetben azért ürítjük a kártyát, és akkor... Így van, remélem, mikor ruszik 15 percnél többet fognak hagyni nekünk. Elég az szerintem. Hát, jó, végülis igen. Új helyszín. KSI Arena. Így van, mindenki, aki teheti, az menjen. Mert befértek. Mindannyian. Hát, pont annyi. Na, nem tudom. De tök mindegy, nekünk nagy lesz. Igen. Mi ott a régi kis... Hát azt sem mondhatom kis teremnek. Mi azt szoktuk meg, és kész. Na, meglátjuk, nekünk is lesz újdonság a dolog. Így van.
Tehát ez volt az utolsó live a HCV Dicsőség Napja gála előtt. Utolsó volt? Nem igazán tudunk már nagyon újat mondani az embereknek róla. Igen, tehát most még így előttük a mi poénjainkat is. Igen. Már csak bizonyítanunk kell, ugyanilyen arccal. Mi megtesszük, amit nem lehet. Igen. De nagyjából ez a feladat általában, úgyhogy... Igen, úgyhogy lényegében ennyi lett volna az egész. Ha bárki portréfotózni, vagy bármit szeretne csinálni, az... Vagy szerezni ilyen piros vagy kék szilikonkarkötőt, nekem igen. Tessék szólni. A... www.dante-photo.com oldalon keresztül. Illetve aki a pankrációra kíváncsi. Látogassa meg a www.t, ezt te mondjad. prowrestlinglinenews.blogspot.com-ot. Remélhetőleg most már minden klappolni fog a Dicsőség Napja gálán, és tanulunk az előző két gála problémáiból. Mert az ember úgy tanul, hogyha hibázik. Úgyhogy lényegében ennyi lett. Mi sokat tanultunk. Igen. Lényegében ennyi lett volna. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.